A tavaszi első leállást követően nyáron kicsit fellélegezhettek az éttermek és vendéglátóipari egységek, de ez nem pótolta a tavaszi kiesést. A második hullám sok esetben helyrehozhatatlan károkat okozott. A munkavállalók és munkáltatók egyaránt nehéz helyzetbe kerültek. Elfogytak a tartalékok, és körülbelül egy hónap tartalék, vagy egy hónapnál kevesebb tartalékkal rendelkeznek a kollégák, akik még jelen pillanatban a piacon vannak, és megpróbálják tartani a munkaerőt. Vannak nagyon sokan, akik hibernált állapotban vannak, tehát ez azt jelenti, hogy nem szüntették meg a tevékenységüket, viszont nem is dolgoznak, nincsenek rajta azon a piaci szegmensen, amely a helyben történő elkészítés után csomagolással és értékesítéssel, vagy a kiszállítással foglalkozik. Nagyon sok kollégának az észrevétele az volt, hogy jó lehetőség a piaci kiszállítás, viszont akkora nagy boom lett a piacon, hogy az egyébként is ezzel foglalkozók mellé megérkeztek az éttermek, és itt nem segítik egymás munkáját, hanem egymás konkurenciái, tehát egymástól veszik el a piacot. A felmérés élőben online és papíralapon kérdőíves formában is zajlott. Munkavállalókat és munkáltatókat is megkérdeztek, illetve a szövetség megyei elnökeinek véleményére is kíváncsiak voltak. Az összegzés eredménye, hogy hasonló problémákkal küzdenek az ország teljes területén. A kérdések mellett javaslatokat is vártak az ágazat szereplőitől, amivel hosszabb távon is segíthetik a vállalkozókat. Mindenki a működési támogatást javasolta, tehát a legtöbben egy újrakezdési vagy újraindulási támogatást javasoltak. Rengetegen mondták, hogy a raktára kiüresedtek, minimális raktárkészlettel, raktárbázissal tudnak dolgozni, illetve a munkabér támogatásoknak a gyorsabb kifizetését javasolták, illetve azt, hogy ha lehetséges, még akkor ezt egy nagyobb arányban érjük el a jövőben, valamint a meglévő támogatási rendszernek, vagy a meglévő támogatásoknak az újranyitás után kiszélesítése, tehát hogy több hónapon keresztül még a nyitás után ez maradjon fent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei résztvevői is voltak a felmérésnek, melyből kiderült, a vállalkozások több sikeres év tartalékát élték fel tavaly, emellett sok kiváló munkavállaló hagyta el végleg a szakmát.